Budapest szecessziós építészeti stílusa határozta meg Bódis Boglárka a Budapest Central European Fashion Week-en most bemutatott kollekcióját. Bogi, mesélj róla! Az egyik legkedvesebb épületem a Gresham Palota adta az inspirációját. Az elnevezése az lett végül, hogy Budapest Mosaics, mert hogy a palotán belül is a mozaik díszítő művészetet, a gyönyörű üvegkupolát szerettem volna ruhákon megjeleníteni. Illetve azért is volt fontos számomra, hogy egy budapesti épület, hogy egy budapesti érték legyen az, amiből kiinduljak, mert ez volt az a kollekció, amit körülbelül egy hónappal ezelőtt a Milano Fashion Week-en bemutattam a Budapest Select című program keretében, és valami olyasmit szerettem volna vinni, ami magyar. A mentoring program részeként egy különleges kurzuson is részt vehettél. Mi az, amit ott kint tanultál, amit beépítettél a kollekciódba? Amit tanultam újat, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság. A világ abba az irányba megy, hogy azt kezdik kommunikálni a divatcégek, hogy ne az legyen a cél, hogy minél több ruhád van, hanem hogy minél inkább olyan ruháid legyenek, amik illenek a személyiségedhez, amik olyan anyagból készülnek, amik tartósak és sokáig élvezheted őket, vagy mondjuk, hogy etikus munkakörülmények között készülnek azok. Ez volt az egyik tanítás. A másik az, hogy történeteket meséljünk el a ruháinkkal. A harmadik dolog pedig az volt, hogy egy jó tervező, hogyha bemutatja egy kollekcióját, akkor az az ő ajándéka, hogy emlékezni fognak rá. Bogi, te minden témáthoz, minden bemutatódhoz választasz egy múzsát. Idén kit választottál ki, az, aki leginkább visszaadja a személyiségével azt, amit szeretnél üzenni? Idén egy olyan hölgyet választottam, akiben benne van a finomság, a kecsesség, az elegancia, ugyanakkor ott van az életében a sport. Ő Kis Alexandra, ritmikus gimnasztika versenyző, aki a válogatottunknak a tagja, és igazából maga a ritmikus gimnasztika kifejezi mindazt, amit én szerettem volna üzenni, hogy lehet egy mozgás, hogy lehet egy sport nagyon elegáns és nagyon kifinomult. Ráadásul szerintem minden tornászra igaz, hogy ők úgy tudnak nagyon könnyedén bemutatni mozdulatokat, mintha abban nem lenne semmi nehézség, holott tudjuk, hogy ők hány évig gyakorolják, és hogy mennyi munka van minden mozdulat mögött. És hogy miért volt számomra fontos a sport? Azért, mert szintén a mentoring programnak köszönhetem, hogy egy olyan kollekciót szerettem volna most összeállítani, ami akár tornacipővel is viselhető. Bizonyos tanők egyre inkább és egyre többet viselnek lapos sárga cipőket, sőt, ugye, akinek nincs egy jó tornacipő a ruhatárában, az már nem is lehet trendi. A ruháid kifinomultak, légiesek, könnyedek és stílusosak. Hogyan lehet ezeket egy kicsit megbolondítani, vagy mondjuk sportosabb vonalat, hogyan lehet ötvözni velük? Szabászatilag kellett ennek megfelelni, tehát, hogy a ruhahosszakat jól kellett eltalálni, és ugye hát az anyagválasztás nagyon fontos volt, hiszen itt egyre inkább előtérbe került az én egyik kedvenc ruhadarabom, a body, és gyakorlatilag egy body központú kollekciót állítottam most össze. A nőknek üzenni sokféleképpen szeretsz, most például megjelenítettél a ruháidon egy bizonyos üzenetet. Miért választottad ezt, és mi ez pontosan? Ez egy angol mondat, amit ha lefordítok, akkor talán az a legszerencsésebb fordítás, hogy minden, amit teszel, az a szépségednek a kiterjesztése vagy a meghosszabbítása. Ez számomra azt jelenti, hogy minden, amit egy nő tesz, ahogy beszél, ahogy mozdul, ahogy viselkedik, ahogy mosolyog, ahogy másokra néz, vagy másokkal kommunikál, az róla mutat egy tükröt. És hogy én szeretnék egyre több olyan nőt látni, aki büszkén vállalja a nőiességét, akik szabadok, ugyanakkor erősek, kiállnak magukért.